Ezen a héten a küllemében jelentősen megváltozott magyar mezőgazdaságot vehetik kezükbe olvasóink. Régi vágyunk valósult meg ezzel nekünk, lapkészítőknek és a kiadó vezetőinek, hogy jobb minőségű papíron formailag is megújulva lépjünk ki a lappiacra. Az online újságok térnyerésével a print média piac szereplői, köztük a szaklapok is, így a magyar mezőgazdaság is, küzdelmes éveket tudhatnak maguk mögött, de az utóbbi időben a nyomtatott és az online média egyensúlya elkezdett helyreállni. Ez számunkra azt jelenti, hogy a nyomtatott szónak még mindig ereje megfelelő súlya van. Lapunk a magyar mezőgazdaság kiemelt helyzetben van az agrárszaklap több mint 70 éve egyetlen agrárgazdasági heti lapként szolgálja a mezőgazdasági szereplőket. Hétről hétre tudósít a szakmapolitika aktuális eseményeiről, a tőzsde, a piacok és a jogszabályok változásairól, betekintést nyújtva a határon túli magyar gazdálkodók életébe is. Eközben soha nem tévesztjük szemelől az alapító főszerkesztőnk Adorján János által az első számunkban megfogalmazott célt a tudomány erejével segíteni a parasságot. Ezt a szolgálatot a nálunk publikáló hiteles és elismert kutatóknak, a szakmában jól ismert gyakorlati szakembereknek és természetesen újságíróinknak, akik közül sokan agrárvégzettségűek köszönhetően tudjuk végezni. A hitelesség, a szakmaiság tehát újból felértékelődni látszik. A szakújságírás, a szaklapok a mai világban hihetetlen erőre kapnak, mert élen járnak a hiteles információ átadásban. A piaci felmérések eredményei megerősítettek minket abban, hogy jó úton haladunk, amikor jottányit sem engedtünk a hitelességből és a szakmaiságból. Ezzel együtt be kellett látnunk, hogy a tartalom mit sem ér, hanem informatív, olvasmányos módon Tálaljuk. Ezért tartottuk szükségesnek a formai megújulást, hogy meg tudjunk felelni ennek az új kihívásnak is. Kérem, fogadják szeretettel a megújult magyar mezőgazdaságot, amiről szívesen várjuk véleményüket.